Então, peraí. De aztán később férfi lesz belőle, egyre öregebb. Az egész bablő szereplő vagyok. Az elsőben a hercegnő vagyok. A másodikban sajnos egyre lejjebb ereszkedek a rangvételen tisztviselőn, és a végén egy szobalány leszek. Jó sokat próbáltunk, hónapokat csináltunk, de hát az érdem az övéké. Sokszor kaptuk a szidást, mert nem tanultuk a szöveget. Mire megtalálom itt a lyukat? Igen, azt jegyezzétek meg. Ez a női öltözőnk, ahol a többség öltözik. Mivel ketten vagyunk fiúk az egész színdarabban. Kellékek vannak még, színpad mögött vannak még kellékek. És egy besúfolt fiú öltözőben vagyunk ketten. Svajki, gyere csak ide egy kicsit! Én Grófs Minújdán vagyok, az egyik mellékszereplő. Már nincs bennem stressz, tudom a szöveget, nem fogom elszúrni, nincs is olyan sok, hogy izguljak. Az elsőben én leszek a fejedelemasszony, a másodikban egy házsártos banktisztviselődő, és a harmadikban meg férfi leszek. Most már mennünk kell, mert most már tíz perc múlva fellépés, úgyhogy remélem jó szolgálást. Én a szeanszom, drágám! Igen, megyek, igen. Bocsánat! Ma este a Ráckevei Színfortársulat bemutatja önöknek a rejtőjelő bohózatokból álló két felvonásos kavariát. Részint fel vagyok háborodva, részint le vagyok sújtva, így megy ez nálam, tegnap óta fel és le. 100 000 éve szolgálom a domingói választófejedelem udvarát, de én is úgy érzem, hogy ilyen tragikus eseménynek még nem voltam tanúja. A lábszolgája. Mit akar itt, kérem? A nevem Alfredo Bínesnok. Ön a méltóságos asszony, vagy a szobalány? Én nem vagyok szobalány. Én komorna vagyok. Ugyan kérem, ez a cseléd a cseléd. Komorna, vagy szobalány, vagy dajka, az minden. A jó közönség valóban az, ahogy mondja Vajki, hogy, tehát, hogy azokat a poénokat, amit elereztünk, azokat veszi, és reagál rá. Az a baj, hogy néha nem mernek nevetni, nehogy a mellette lévő ember, ő ciki, tehát ciki legyen a mellette lévő ember miatt, de tényleg az a jó, amikor nevetnek, hiszen azért van, és azért választottunk ilyen darabokat, hogy nevessenek. Nincs az a tücsök ciripelés, amikor elsütöttünk egy, mondjuk egy fő point, és így mindenki néz, mint borjó az új kapura. Azaz úgy mindig úgy ciki szokott lenni. Sugár! Magát ma nagy szerencse, érte? Maga az én vejem lesz. Maga mennyasszonya, az az én lányom. Így hát maga, hogy a vejem lesz. Aladár! Nyakkendőm jól van, nézzük, hogy nem megyek a hajam. Ez a hosszabb szünet, igen, az előző az a húzós, de aki lejön a színpadról, mindjárt tudom. Nekem Bori, mintha megtalálta volna a szerepeket, meg úgy meg is találtam. Úgy a vége fele, és azért voltam büszke magamra, mert mire utoljára előadtuk itt Ráckevi, végre teljesen hibátlanul el tudtam mondani az egész szereket. Tehát eszembe jutott minden szöveg. Voltak részek, amit kihagytam, de egyébként jól sikerült, és próbáltam nem elnevetni, mint mindent általában. Igazándiból elégedett vagyok, tehát túl azon, hogy én is néha hisztériás rohamot kaptam, hogy nem tudják a szöveget, tehát ez volt állandóan a veszőparipám, hogy szövegtudás, tehát rosszabb voltam, mint egy felnőtt tanár, aki a gyerekeit gyakorlatilag instruálja tanulni. De ezen felül úgy gondolom, hogy a csapat is jó, mindenki, tehát így szeretjük egymást, jó együtt dolgozni, nem veszi senki zokon, hogyha az egyik kijavítja a másikat. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó csapat, nyerő csapat. Jól érzem benne magamat. Igaz, hogy utána egy kicsit olyan furcsa, amikor már
kijövök belőle, és akkor olyan hihetetlen, hogy valaki azt mondja, hogy te jó voltál, te jó. Az olyan furcsa, mert nekem ez olyan, mint egy játék. Én szeretek játszani. Egy ilyen ügyben bizonyítékot vagy maga ellen, hát ez biztosítási csalás. Ah, és nem fognak ott engem lekapni? Senki nem fogja lekapni. A következő darab Malcolm Moleskinek lesz a Leszállás Párizsban című darabja. Nem lövök be semmit, de elég ütős lesz. Eljöjjenek el az emberek, nézzék meg, remélem, hogy kíváncsiak lesznek rá.